A baptista szeretetszolgálat Kölcsey Ferenc általános iskolájában a 2020-2021-es tanév során az alsó tagozatot két negyedik osztály fejezi be, és lép át a felső tagozatosok világába. Az elmúlt 4 évben az emelt szintű angol nyelvi osztályba járó tanulók a sok-sok angol órán különböző helyzetben próbálhatták ki magukat, gazdagodott a szókincsük, és a játékos nyelvtanulás sokat segítette őket abban, hogy magabiztosan beszéljék és használják az angol nyelvet. Hátótné Nagy Katalin vagyok, 1990-ben szereztem meg a diplomáimat Kecskeméten, óvónői és tanítói szakon is. Azóta ezt a két szakmámat, hivatásomat sikerült kipróbálnom. 3 évig óvónőként dolgoztam, és 24 éve tanítok itt a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mindig első osztálytól negyedik osztályig tudom a gyerekeket tanítani, és ezt azért szeretem nagyon, mert így tényleg végig tudom kísérni a fejlődésüket. Nagyon jó látni őket, amikor bejönnek az óvodából, és még cipőt se tudnak kötni, a ceruzafogás is nehezebben megy, nem tudnak számolni, írni, olvasni, és ezeket mind én taníthatom meg nekik. Most negyedik osztályba tanítok, és nagyon jó látni, hogy most már önállóan fogalmazásokat írnak, csak a szemvillanásomból tudják, hogy mit szeretnék tőlük, és ők azonnal tudják is a feladatukat. Az utóbbi időkben az emelt angol tagozatos osztályoknak szoktam lenni a tanítónénie, de ez nem azt jelenti, hogy mi nem tornázunk, tehát mi is ugyanúgy 1 héten 5-ször tornaórán veszünk részt, amiből 1-szer a gyerekek néptáncoktatáson vannak. Használjuk ugyanúgy, mint a többi osztály a tabletet, amit nagyon szeretnek a gyerekek első osztálytól kezdve, és bábozni szoktunk, nagyon sokat szoktunk énekelni, rajzolni, amiket én különösen szeretek. Sokszor meg szokták kérdezni tőlem, hogy hogy bírok az alsós gyerekekkel, de én, ha visszagondolok az életemre, én nagyon hálás vagyok annak, hogy itt leragadtam ennél a korosztálynál, a 6-tól 10 éves korosztályig, mert ők állnak a szívemhez a legközelebb. Végig szoktam követni a volt osztályaimnak a továbbfejlődését 8. osztályos korokig, de azért a szívemhez legközelebb mégiscsak az alsósok állnak. Nagyon-nagyon várom a leendő kis elsőseimet, hogy bevezessem őket is a betűk és a számok országába.